Az október 6-ai nemzeti gyásznap előtt egy nappal a Szabadkai Lányi Ernő Iparos Művelődési Egyesületben is zenés, meghitt műsorral emlékeztek az aradi vértanúkra. Mindannyiunkban ott élnek az emlékek, mindannyian tudjuk, hogy a falombját a gyökerek biztosítják, a gyökerek adják az éltető erőt, és hogyha az ember nem ragaszkodik a múltjához, nem lesz jövője sem. És kik a legnagyobb emlékre méltó emberek, ha nem a vértanúink, akik életüket adták a nemzetért. A vajdasági művelődési egyesületek bebizonyították, hogy sikeres és fontos munkát végeznek. Akkor is, ha folyamatosan harcolniuk kell az anyagi biztonságért, és azért, hogy új tagokat toborozzanak munkájukhoz. A magyar összefogás jelöltje Siflis Zoltán az emlékesten elmondta, a Magyar Nemzeti Tanács a következő években elsődleges feladatának tartja majd a művelődési egyesületek felkarolását. A művelődési egyesületek munkáját kell támogatni, de hogyan? Hát, ha lehet erősíteni azt az anyagi hátteret, ami az utóbbi években valóban komoly gondot jelent minden művelődési egyesületnek is, úgymond hivatásos művész együtteseknek is. Tudnilik, a művelődési egyesületeknek napi gondjaik vannak, de ott, hogyha a pályázatokon keresztül sikerül megerősíteni ezt a részét a tevékenység szükséges feltételeknek, akkor meggyőződésem, hogy az a kitartó alkotómunka, ami a művelődési egyesületekben zajlik, és eddig is bizonyították, hogy számtalan területen kiválóan bizonyítanak és teljesítenek, akkor a jövőben ezt mindenképpen biztosítani kell. A rendezvényen közreműködött a Vajdasági Magyar Szövetség sétaerdei szervezete, a Csád Géza művészetbaráti kör szavalói, illetve a Veronika Népdalkör.